Ma folytatjuk tovább az időjárás elemeivel kapcsolatos tudástárunk, tudásanyagunk bővítését, és a szélről fogunk beszélni. Ezen belül is beszélni fogunk a szél keletkezéséről, kialakulásáról, a fajtáiról, a besorolásairól, a különböző szélfajtákról, a szél mérésére használt eszközökről, és arról is, hogy mi emberek mire használjuk, mire hasznosítjuk a szelet. Beszéljünk először arról, hogy hogyan alakul ki a szél. A szél kialakulásának az oka az a hőmérsékleti különbség. Ugyanis a meleg levegő, azt ugye tudjuk, hogy mindig felfele áramlik, és ahogy ez a meleg levegő felemelkedik, azt is megtanultuk már, hogy ahogy a magasba haladunk, ott egyre hidegebb van, tehát ez a meleg levegő lehűl, és az a lehűlt hideg levegő visszaáramlik a föld felé, és beáramlik a lehűlt hideg levegő a meleg felszálló levegő helyére. Ez létrehoz egy légáramlást, és ez egy folyamatos körforgást is létrehoz. Pont úgy, mint a csapadék körforgása, ami mindig újra és újra ismétlődik, itt ugyanerről van szó. Látsz itt egy ábrát, ahol nyilakkal is jelöltem ezt. Ugye az A-val jelölt nyíl azt mutatja, hogy a meleg levegő felszáll. Ugye a magasban, ahol hűvösebb van, ez a meleg levegő lehűl, és a hideg levegő ugye lefele fog mozogni, és szépen beáramlik ez a lehűlt hideg levegő a felszállt meleg levegő helyére, ezt a C-vel jelölt nyíl mutatja, és ez körbe-körbe-körbe így megy folyamatosan. Ahogy fent is látod ezeket az egymásba kapcsolódó kis nyilakat, ami mutatja a körforgást, tehát ez folyamatosan így megy, meleg levegő felszáll, a hideg levegő lehűl, vagy a levegő lehűl és leszáll, a hideg levegő pedig a felszállt levegő helyére kerül. Így alakul ki a szél. A szél fogalmát egy nagyon egyszerű, rövid mondattal megfogalmazhatjuk, szélnek a levegő vízszintes irányú mozgását nevezzük. Azaz, a szél mindig vízszintesen a földfelszínnel párhuzamosan fúj. Függőlegesen szél nem fúj, csak vízszintesen a földfelszínnel párhuzamosan. Tehát a levegő vízszintes irányú mozgását szélnek nevezzük. A szelek mindig a nevüket arról kapják, arról az égtájról, amerről fújnak. Ugye gyakran hallod biztosan az időjárás jelentésben, hogy azt mondják, hogy ma északkeleti szél fújt, vagy holnap erős nyugati légmozgás várható. Ez azt jelenti, hogy azok a szelek arról fújnak. Mindig arról nevezik el, arról az égtájról, amerről fújnak. Természetesen egy országban is bármerről fújhat a szél. Azt azért hozzátenném, hogy Magyarországon a leggyakrabban nyugati irányból érkeznek a szelek, de gyakorlatilag bármilyen irányú szél előfordulhat, ami nagyon fontos, hogy arról az égtájról nevezik el, amerről fúj. Mit értünk a szél erősségén? Szél erősségén azt értjük, hogy a szél milyen gyorsan fúj, milyen gyorsan halad a felszín felett. A mértékegysége a szél erősségének, amit leggyakrabban használunk, az a kilométer per óra. Tehát amikor meg akarják határozni egy szélnek a gyorsaságát, az erősségét, akkor azt mondjuk, hogy ez a szél 90 km per óra erősség. Nem véletlen, ugye például az autóknak is ugye a gyorsaságát kilométer per órában szokták megadni, tehát nem véletlen, hogy itt is ugye a szélnél az erősséget, a gyorsaságot ebben a mértékegységben határozzuk meg. Tehát, amikor azt hallod, hogy egy szél hány kilométer per óra, akkor arra kell gondolj, hogy ilyen gyorsan fúj, ilyen gyorsan halad a felszín felett. A szeleket besorolták egy rendszerbe, mégpedig egy francia hajós kapitány, akit Beaufortnak hívtak, ő rangsorolta be megfigyelései alapján, hajóútjai alapján ezeket a különböző széltípusokat, és írta le nem csak a nevét, hanem azt is leírta, hogy milyen jelenség figyelhető meg. Én ide most nektek csak azt raktam be,
ami a fákkal kapcsolatos, mert ugye mi azt tudjuk megfigyelni, de amúgy Beaufort, a hajós kapitány azt is leírta például, hogy ez kint a vízen hogy figyelhető meg, tehát milyen hullámok jelennek meg bizonyos típusú szeleknél. Itt látod, ez egy 2, 4, 6, 8, 10 alkategóriába sorolt kis rendszer. Ugye a legenyhébb az a szélcsend, amikor ugye a fák levelei nem mozdulnak. Aztán ugye jön az enyhe fuvallat, amikor alig-alig mozdulnak meg a falevelek. Szellőnél már megmozdulnak a falevelek. Gyenge szél már rázza a fák leveleit. Mérsékelt szél megmozgatja a fák kisebb galjait. Az élénk szél már a kisebb ágakat is megmozgatja. Erős szélnél már a fák ágai hajladoznak, a gyengébb patörzsek meghajlanak, vékony gajak letörhetnek. Viharos szél már a gyengébb fákat akár el is töri. A szélvíz, amikor a fák vastagabb ágai is letörnek, vagy akár fák dőlnek ki, és a legerősebb e szerint a skála szerint az orkán, ami akár egész erdőket is letarolhat, kidöntheti a fákat. Tehát ezek alapján szokták rangsorolni a szeleket. Mondom, ez a lista nem teljes, de csak kiemeltem egy részét neked. A teljes Beaufort által leírt rendszerben szerepel az is, hogy melyik szélhez, mennyi kilométer per óra sebesség tartozik. Én ezt nem kérem így megtanulni, ha valakit érdekel, beírja a Google-be, és ott megtalálja a teljes skálát, és érdekességként átböngészi, de nem kell ezt nekem megtanulni. Ezt csak érdekességként mondtam el, hogy ez egy sokkal bővebb skála. A szél erejét már nagyon régen használják az emberek. Itt látod, hogy mire leggyakrabban. Ugye régen leginkább szélmalomoknál használták ugye a búza megörlésére, tehát ugye akkor örölték a búzát, amikor erősen fújt a szél, ugye belekapott a malom kerekekbe, és pörgette, és így tudták ugye a malomköveket megmozdítani, és a búzát liszté őrölni. Ma már sokkal gyakoribb a lent balsarokban látható szélerőművek, amiket áramtermelésre használnak, tehát amikor fúj a szél, és pörgeti ezeknek a szélerőműveknek a lapátjait, akkor bizony az áramot termel. Aztán ugye a sportban is, vagy a kereskedelemben is használhatják, ugye a hajózás, vagy a vitorlázás során. Ugye a vitorlázás, egy sport, hát ma már a hajózás azért ritkán van, hogy nem motorral megy egy hajó, de esetleg előfordulhat, de régen abszolút ki voltak szolgáltatva ugye a hajósok a szélnek, hogy akkor tudtak haladni, ha jó szelet kaptak. És hát ugye beraktam még ide egy kis játékos szintén kikapcsolódást, sportot, a papírsárkány eregetést, ami szintén ugye a szélhez kötött. Milyen szeletmérő eszközöket ismerünk? Na hát van az egyik, ugye, amit látsz jobb oldalon fent, hát föl fogod ismerni már a nevéről is, ugye a szélkakas. Ezek házak tetejére helyezett, könnyű kis fémből készült szerkezetek voltak, ez amúgy a szélirányát mutatja. Mivel ezek nagyon kis könnyű anyagból voltak, ezért már egy gyengébb szélfuvallat is meg tudta mozdítani, és amerre a kakas állt, arról fújt a szél. Ma is sok helyen látható még, de ma már azért legtöbbször ezt nem feltétlenül a szél irányának meghatározásra használják, hanem csak díszként, de abszolút betölti ezt a funkcióját is. Profi műszerekkel mérik a meteorológusok ma már ugye a szél erősségét. Látsz itt ugye bal oldalon lent egy kanalas szélmérőt, vagy középen látsz egy légcsavaros szélmérőt, ami ugye a megfújja a kis lapátokat a szél, és kiírja nekünk digitálisan, hogy mennyi, milyen erősségű a szél. Vagy látsz jobb oldalon lent ezt a színes szélzsákot, ami szintén a szél erősséget mutatja meg. Ugye minél viszintesebben, minél feszesebben áll ez a zsák, annál erősebb a szél, ami ugye még emellett ugye a szél irányát is mutatja, ugye, hogy merre fúj. Merről fúj a szél, ugye arra áll ez a zsák.